And there's your head feeding. De a zsidóság nem a parancsot, hanem az emlékezet tartotta fel. És azt hiszem, hogy amikor a mai személyiség, amelyek elkezdik a Szent Háromnak, csomó ilyen liturgikus szimbólumot látunk, a Szent Háromnak, és akár a mai személyiség tele van ilyen jelképekkel, és már pusztán ezeket a jelképekért is végezzük el a Szent Háromnak, de bennünket nem ezek a jelképek, hanem a jelképek közötti valóságot tartanak fel, és jelentik számunkra a húsvéti titkot. De ezek a jelképek, ezek a liturgikus jelképek mégis fontosak. Mert ezekben tárul előttünk fel, vagy tárul elénk az, amit a Szent Három napban megmutat nekünk. A nagycsütörtökön, a mai utolsó vasarát megünneplő szentelés szentségben három ilyen liturgikus jelképet látunk. Az első nem más, mint a szentmise alatt, illetve a szentmise végén az oltárfosztás. Kezdődött ugye azzal, hogy a dicsőség alatt elmentek a harangok Rómába, és van a szentmise végén az oltárt megfosztjuk minden falhi szintől. És tehát ilyenkor értjük meg egy testvérek, mert az oltár nem van fosztva minden tisztétől, a liturgikus jelet, ilyenkor értjük meg, és elénk állunk a húsvéti titok. És mit is akar mondani ez a liturgikus jel, a harangok ellenése és a oltárhoztás? Nem tudom, azt a húsvéti titkot szinte a folyamatosnak a végrendeletét láthatjuk ezekben a liturgikus jelekben, vagyis hogy szenvedés nélkül nem lehet testvérek az életet megúszni. Amikor majd az oltárt valóban megfosztjuk minden tisztítőt, szinte a szenvedésnek az egyik felejárulját érhetjük át, hogy ilyenkor, amikor az ember szenved, a keresztet hordozza, akkor képes igazából sok minden és ismeretben felfogni és megérteni. A nem csupaszított oltár, az Új Jézusnak az a végrendelete, hogy ahogyan említettem, hogy a szenvedés hozzá tartozik az életünkhöz, sőt, talán az nevesít meg bennünket igazán. Egy történetet hallottam egy nagy cápáról, ami az Egyesült Államokból át akartak vinni Európába. És abban a hatóban, amiben beletették ezt a cápát, vagy ezt a bárát, nem tudom, melyik állapotban, a legjobb minőségű óceáni vizet tették be. Mindenfajta táplálékban, minden vitamin. És amikor ez a hajó Európában ér, ez a hal, a nagyon drága cápa megfogott a hajóban. És aztán megpróbáltak egy másik módszert. Némelyik az, hogy hát nem olyan jó minőségű vizet tettek abba a tárba, amiben ezt a cápát szállították. Sőt, olyan halakat, olyan kis ragadozó halakat is tettek a vízbe, amely állandóan böki ezt a cápát. És a cápát pedig vadászni kellett az élelemre. És mire megérkezett Európába, ez a másik cápa még egészségesebb volt, mint ahogy az Egyesült Államokból elindult volna. Kedves testvérek, a lecsupaszított oltárnál értsük meg az Úr Jézusnak a végrendeletét, hogyha ő is megúszhatta volna az életet szenvedés nélkül, akkor nem úszta volna. De a végrendelet, amiért a liturgikus jelben elénk jön, hogy szükségünk van az összetöretésre. Összetöretés nélkül nem tud belőle az élet újra feljönni, felérhetni. Ugye imádkoztuk ezt a mai szemünk első könyvelésében, hogy adja meg nekünk a
hogy ebből a titokból, a húsvéti titokból az élet és a szeretet teljességét megélhessük. Másik ilyen liturgikus jel nem csak a mai szentmisét tárolja el, hanem minden szentmisét. Az Úr Jézusnak az utolsó vacsorája, végül is, ami első vacsorája. Az utolsó vacsora az első szentmise. És a liturgikus jel, amely ma ünnepünk az Úr napja mellett, mert ma ünnepünk nem másik, az oltári szentség a megalapítása, a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé való átváltoztatása. De mit is akar mondani nekünk esetleg ez a liturgikus jel? Hát nem, de a Krisztusnak azt a végrendeletét, hogy a kereszténység túl az én szenvedésemet, de a kereszténység az mindig egy asztal, egy közösség. Hogy az Úr Jézus is az ő utolsó vacsoráját nem egyedül, hanem tanítványai, apostolai körében folyasztotta el. Az Úr Jézusnak ez a végrendeletét látjuk az utolsó vacsora liturgikus gesztusában. De a keresztény ember nem sziget, és nem magányos. A keresztény embernek szüksége van másikra. De a kereszténységet nem tudom otthon egymagam megélni, hanem szükségem van a testvéremre. És hogy akkor ők igazán egyek, amikor az oltár asztala körül mindannyian helyet foglalunk. Ha van a kereszténységet, bár a nagy és nehéz időszakban valódi üzenetesének, akkor az, hogy bármennyire is most azon próbálkozunk, hogy elszálljuk magunkat a másikból, és csökkentjük a találkozásai számát, de mégis a kereszténység az nem az egyén, hanem a közösségnek a vallása, egyháza. A végrendelet, amit látunk, de csak az valóban lehet, hogy nyilván fontos az, hogy mindannyian ott ülünk az asztal körül. Fontos az érkezés, az együtt érkezés. De ugyanilyen fontos, nem csak az étel, de az is, aki az étel előkészíti. Mert az, aki az étel előkészíti, az ő munkája, az ő háttér munkája, az ő szeretete, az ő türelme, eleje van bent az ételben, abban az ételben, amely együtté kovácsolhat el minket. És a harmadik ilyen liturgikus jel a mai szentmisében, testvérek, bár most a járványok nem tudjuk meg elevenni, ez a látmosásnak a szertartása. A látmosásnak a szertartása az a liturgikus jel, ahol megértjük, hogy mindig az erősebb, a nagyobb kivonult arra, hogy megtegye a gesztus, hogy az Úr Jézus ma, ő az Úr és Mester, mégis ő mossa meg szolgaként a tanítványi látmát. Miről alkodik esetleg ez a liturgikus jel? Hát, testek, nem de azon, hogy az Úr Jézus végrendeltében hozzá tartozik a szolgálat is. Az a szolgálat, tudjátok, amely talán úgy is lehet mondani, hogy a megváltozás. Mit is gondolok ez alatt? Nem, hogy ne én gondolom, hogy nem attól vagyok áldott, amikor én azt magamról gondolom. Hanem amikor a másik mondja róla, hogy te áldott vagy. Vagyis, hogy nem az a fontos, hogy én mit érzek, hogy én valóban ajándék tudok elmondani. Nem az a fontos tehát, hogy én gondolom magam, hogy áldott vagyok. Sokkal fontosabb, hogy én mások szemében áldott vagyok. Sokkal fontosabb az, hogy én tudok-e ajándék lenni a másik szemében. És az Úr Jézusnak a végrendelete ebben a három liturgikus jelben foglalható testvérek össze. Az első tehát, hogy az élethez hozzá tartozik a szenvedés. De az Úr szenvedéséből, mint a megesett fával, az élet mindig izörög. A második, hogy a kereszténység az nem az egyén,
hanem mindig a közösségnek a vallása, az egyháza, hogy a kereszténység az a közösség minden dimenziójában élő, és a harmadik, hogy nem magamra, hanem mindig a másikra próbáljuk odafigyelni, a másiknak jót próbáljuk tenni. Idős házasságnál valami szép, amikor megkérdezik őket, hogy hát mi volt az, ami őket elkísérte hosszú együtt életük, hosszú válasz életük alatt. És erről azt mondják, hogy már nem az a fontos, hogy mi jó nekem, hanem ami neked a jó. Ebből a három létkonstrukció jellemzőjét felismerjük nem csak az Úr Jézusnak a végtelenségét, de minden személyiségnek is a titkát, hogy az Úr arra hív bennünket, hogy megálljon bennünket, hogy megtörjön bennünket, és hogy odaadhasson bennünket. A liturgikus jelenlők valóban lelki gyakorlatos igazságot állnak. És pont a liturgikus jelenke, amelyet ma ünneplünk, hogy feltárul előttünk Úr Jézusnak a végrendeletet, feltárul előttünk a kereszténységnek a lényeget, és arra vagyunk meghívva, hogy az utolsó vasárnap a liturgikus jelenjük tovább kísérjenek, és erősítsenek bennünket keresztény életünkben. Amen. Köszönöm.